A mi műsorunk most először múzeumi esték a hit évében. Ez már is két harapás a hit évében, és ez volt a szándékom, amikor hát ez elkezdődött, és a hitvallásról kezdtünk beszélni, hogy ezt kellene végig beszélnünk, de szinte lehetetlenség. Aztán hát részekre bontottuk, csak egy-egy kis harapást vettünk legutoljára a mariológiát, a szűzanya tiszteletét május hónapjában. Június pedig úrnapjával, Jézus szíve ünnepével az oltári szentség hónapja. Tehát ez lett volna a szándékom eredetileg, de közben jött az újabb gondolat, hogy bizony jó lenne a múzeum barátokkal is rendszeresen találkoznunk, és erre alkalmas itt a Kridó helysége is, és hát ezt elkezdjük azzal a reménnyel, vagy abban a reményben, hogy ősszel majd minden hónapban legalább egyszer egy ilyen kicsit múzeumos előadást fogunk összeállítani, vagy beszélgetést. Hiszen nem előadások ezek, ez olyan parlandó stílusban, elbeszélő stílusban, ha nem is ezer egy éjszaka meséi, de hát az én elbeséléseim. Nem mese az gyermek, így feddi az apja, tehát nem meséket mondok. És pláne a múzeumi dolgok azok a történelmi valóságra kell, hogy épüljenek, ami a hitévét illeti, ez pedig hitbéli valóságra. Igen, hát belerágtam magam az oltári szentség dogmatikájába, és rájöttem arra, hogy több órányi téma ez. És az új katekizmus kompendiumnak minden mondatát át lehetne rágni roppant élvezetesen, szinte szóról szóra, mert annyi tömörség van benne, és annyi mondani való, de most mégis visszanyúlok a gyermekkoromnak a katekizmusához, ahol csak tőmondatok voltak, és talán idősebbek még emlékeznek. Mi az oltári szentség? Így volt a kérdés. Az oltári szentség Jézus Krisztus valóságos teste és valóságos vére, a kenyér és a bor színe alatt. Hát ennyit mindenkinek illene tudni, aki katolikus kereszténynek vallja magát. De amikor az egyház megfogalmazta magát, vagy megfogalmazza magát, majdnem így mondhatnám, mert ez 2000 év óta tart. Igaz, hogy ez az önmagának a megfogalmazása, ez elég hamar megtörtént, de hát még 1950-ben is egy mariológus dogmát kimondott az egyház, ami az egyház hitében, hiti gyakorlatában kezdettől fogva megvolt, a magyar kereszténység évezredében is megvolt, mert Mária mennybe vitele, ünnepe, hát egyházmegyék székes egyházai alapítottak erre, Kalocsai is, eredetileg a Váci is, a Győri is, Mária mennybe vitelére. És akkor nem volt ez még dogmaként kimondva, hanem a történelem folyamán, amikor az egyház szükségesnek látta, hogy valamit kihangsúlyozzon, akkor fogalmazott meg hitigazságukat. Nagyon érdekes, és ezzel egyetlen egy izmus se, semmiféle filozófiai irányzat sem henceghet, hogy a mi hitvallásunk az szinte egyidős a kereszténységünkkel. És ezen nem kellett módosítani. Nem kellett izgulni, mint Brüsszelben izgulnak alkotmány módosításokról. A mi krédónk
áll. Ami hiszekedjünk, áll. És ami hiszekedjünk, megfogalmazódott az első három évszázadnak az üldözése alatt. Nem voltak még nagy teológusok, hanem az apostoli jogfolytonossággal, a szent hagyománnyal püspökről püspökre, püspökről papra, hitoktatókra, katehétákra szállott a tanítás. Az evangéliumokat is, mint ahogy a legelső beszélgetésünknél elmondtam, lényegében az Úr Jézus egy betűt nem írt le. Évtizedek múlva írták le az evangéliumokat, Máté, Márk, Lukács, és az évszázad végén, vége felé, feltehetően a 80-as, 70-es, 80-as években, Krisztus születése után a Jánosi evangélium, közben megíródtak az apostoli levelek, az egyház hagyománya alapján a páli levelek, amelyek végeredményben a mi dogmatikánknak az alapja. Csak később aztán a hittudósok kifejtették részleteiben. Ugye? A középkor már ugye először az atyák, ugye? Szent Justinus, Origenész, azután az alexandriai atyák, a niciai, a konstantinápoli atyák, és ezeknek a tanítása, hát most pünkösd előtt valahol kellett előadást tartom, fölkészültem rá, és az első századoknak, az egyház tanítóinak a tanítását, prédikációit vittem magammal, tulajdonképpen a Szentlélekről való tanítás is. Hát az első három században megfogalmazódott. 325-ben, tehát 12 évvel Nagy Konstantin kereszténységet az üldözésekből felszabadító rendelete után a niceai zsinaton, ezt követően aztán ez kiegészíti a konstantinápolyi zsinat 381-ben, aztán jön az efezusi zsinat 451 az efezusi zsinat. Igen. Tehát ezek a zsinatok, és már az első zsinaton megfogalmazzák azt a hiszekedjet, amit azóta is imádkozunk minden vasárnap a szentmisében. Akkor még nem szentmise, hanem az utolsó vacsora emlékezete az eukarisztiának a megünneplése folyt, amit már Szent Cirill leír, és ami az első századok folyamán kialakul az Isten tiszteletek rendje. De érdekes, hogy Rómában már az üldözések idején, amit mi apostoli hitvallásnak nevezünk, ami rövidebb, tömörebb, mint a nícia konstantinápolyi, amelyik Krisztus istenségét vallja az ariánusokkal szemben, az a nesztoriánusokkal szemben, akik Jézus emberségét tagadták. Szóval az első századok hitvallása, ami azóta is kíséri a mi kereszténységünket. Lényegében ezt a hitvallást a luteránusok is átvették, és egészen mostanig, amíg hát meg nem született az úgynevezett ökumenikus hitvallás, ami az apostoli hitvallásnak a mondjuk modern nyelvre való átültetése, ahol hát megnyugvásért, hát a katolikus szó helyett, a közönséges szó helyett, vagyis közösségi helyett, de az egyetemes szót iktatták be. De ez már a második században kialakult, hogy a keresztségnél ne legyen olyan hosszú a szertartás, mert kis gyerekeket már kereszteltek, miután a keresztség az üdvösségre elengedhetetlenül szükséges,
amit ugye a baptisták nem vallanak, hanem csak felnőtt korba, viszont hát ha gyerekkorba hal meg, akkor hogy van biztosítva az üdvössége? Mert Jézus Krisztus maga mondja, és az evangéliumban van, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. A kisgyerek még nem tud hitet vallani, helyette a szülőknek és a keresztszülőknek kell hitet vallaniuk, és ők a garancia arra, hogy a gyerek majd ebben a hitben fog felnőni. Nem pedig hát felnőtt korban, na és mi lesz odáig? Isten minden embert az örök boldogságra hívott meg. Nem akarom a mi hitrendszerünket, teológiánkat elmondani, ahol végül is a minden ember üdvözítését Jézus rábízta az apostolokra. Szent Máté a 16. fejezetben írja le azt a Fülöp Cezáreai jelenetet, ahol Péterre, mint kősziklára építi az egyházát. Aztán nagyon érdekes dolog, ugye, az egyház az Isten kegyelmével, az Isten lelki ajándékával oldhatja meg, szolgálhatja az emberek üdvösségét. A kegyelmeket mi által közvetíti? Hát ezeket nevezzük a szentségeknek. És ez kialakul már az első századokban, de a protestantizmus után, amikor megszakad az apostoli jogfolytonosság, és ezt maga Luther is tudja, maga Calvin is tudja, akik hát fölszentelt katolikus papokból lettek protestálók, ellenkezők, akiknek már nem volt joguk az apostoli hatalmat továbbadni, mert ez az egyházban kezdettől fogva az apostol utódoknak a joga volt, és ezek a püspökök voltak. Hát így az apostoli jogfolytonosság ott megszakad 1517-ben, illetve ezután, amikor megfogalmazzák önmagukat, és akkor az Anya Szent Egyház szükségesnek látja a tridentinumnak, a tridenti zsinatnak az összehívását, ahol az egyház megfogalmazza magát félreérthetetlenül, hogy ne legyen keveredés. Ne legyen keveredés, tisztán lehessen látni, mik azok a kegyelmi eszközök, és akkor, amit odáig is hitt és tanított, akkor a hét szentséget megfogalmazza. Odáig is megvolt az oltári szentség, odáig is megvolt a bűnbánat szentsége, a feloldozásnak a joga, akiknek megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Milyen érdekes, ugye a Szent István Társulat, mert ugye 1950 után megszüntettek minden katolikus kiadási lehetőséget, és amikor a 70-es évek második felében végre újra a Szent István Társulat jogot nyert arra, ugye, hogy szentírást kiadhat, hát kellene képes Bibliát is kiadni, amit a Jugoszláviában már kiadtak, igen ám, de nem volt se ott, se nálunk pénz, hogy meg tudnának fizetni egy-egy festőművészt, aki az illusztrációkat csinálja, és az anglikánok, az angol államegyház nagylelkűen felajánlotta az ő képes Bibliájukat az illusztrációkkal, és ezt magyarra lehetett tenni. És örültünk, képes Biblia megjelenik. Hiszen a hittamban úgyis tanítjuk mi a hét szentséget, de föllapozzátok a képes Bibliát, amit a Szent István Társulat kiadott, az anglikán fordításból, hát ugye a protestánsok kihagyták azt, ami nekik nem vág. Nye? Amikor az Úr Jézus a föltámadása után megjelenik, ezt leírják. Zárt ajtókon keresztül megjelenik.
De azt, hogy rájuk lehel, és mondja, vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátátok bűneit, ez abból kimarad. Hanem folytatja mindjárt egy héttel később, amikor Tamás is ott volt. Tehát ezzel tulajdonképpen a protestantizmussal, ez nem csak, hogy tisztán lássuk. Mert az ember, mindegy, ez is pap, az is pap, ez is templom, az is templom, egy Istent imádunk. Ezzel nem lehet elintézni a dolgokat. Vegyük elő a Szentírást, mondatról mondatra. Azt, amit az apostolok kaptak Jézustól, és ami a Bibliában le van írva, és ott mind a hét szentség szerepel. Hát a hetedik szentség, a házasság, az ott ugyan nem szerepel, de az apostol időktől kezdve az egyház úgy tanította, hogy Jézus a megváltó, a megváltással, amikor kiengesztelt Istent a bűneinkért, Isten teki az embert férfivá és nővé teremtette, és Jézus minden magyarázkodást félretéve, érthetően és félremagyarázhatatlanul tanítja, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. És a protestantizmus itt kezdődött, hogy Luther Márton jóvá hagyta a vállást. Tehát nem egy felbonthatatlan életszövetség, és hát sajnos, hát én magam is, amikor hát Bérmáni küldött a püspökatya, emlékszem, de hát Tisza mentén, most elnevezem meg a falut, olyankor mindig találkoztunk a helybéli, ugye református lelkésszel, evangélikus lelkésszel is, és az ottani, meg hát ahol a Praecodex előkerült, itt fönn ez fel Borsod megyében, hát ott is a református lelkésszel jó barátságban voltam, és hát az Árpád-kori templomát jól megnéztük, fotografáltuk. Nagyon érdekes volt, egy öreg kedves piarista ott lakott a református lelkész házában, nyugdíjasként, Újvári tanárúrral és dr. Holbélával 1970-ben jártam ott először. Nagyon érdekes volt számomra, mert ott találkoztam azzal a növénytan meghatározással, amit aztán az én tereskei templomban, a Szent László freskó sorozatban az életfájának a latin elnevezésével, ahol a jó és a rossz, a fehér, a világos és a sötét barna levelekkel van ábrázolva. Szóval ott találkoztam én a református lelkész, hát ugye ő a második feleségem mondta. Mert ott lehet lelkész is, elvált ember, újra házasodott ember. Tehát a házasság nem szentség. Hát ha nem megy Lenin módjára, nem kell erőltetni. Addig, amíg a polgári házasságot be nem vezették, biztos, hogy volt nagyon sok rossz házasság. Ezen jó nógrádi híveim között tanultam az egyik palóc öregasszonytól, azért van az asszonynak nakköténye, hogy sok mindent eltakarjon. Nem panaszkodtak, lenyelték, csendben, magukban elsírták a bánatukat, a durva férjük miatt, a részeges ember miatt, a verekedő ember miatt. Nem beszéltek róla, elviselték, de a család nem bomlott föl. Nem volt elválás. 1895. október óta van ugye polgári házasság, és van polgári elválás. Hát mindegy, ez is házasság, nem házasság, együttélés. A katolikus egyház felfogása szerint. Most már ez egy fokkal rosszabb, most már ugyan az állam is alakít törvényeket, hogy a barátságokat is valamiképpen törvényesítse, hogy legyen valami, hát jussa
a barát után, vagy a barátnő után is, mert a polgári kötés ezzel volt több, mint a vadházasság, mert utána nem lehetett megörökölni. Hát szóval ez is csak az anyagiak miatt van. Tehát tisztán kell látnunk. És hogy 7 szentség van, ezt a tridenti zsinat mondta ki. Az Isten anyaságát mindjárt a legelső zsinat kimondta, mint hittételt, hittitkot. Krisztus istenségét, aztán az Efezus zsinat a másik mondta ki, Mária anyaságának a dogmáját. Amikor ezt említettem a múltkor, ugye a felvilágosodás korában, amikor a francia forradalomban a Notre-Dame-nak a főoltárára a Messelin utcalányt felültették, az észisten nőjek kiáltással, ugye a szabad szerelem, a szexualitás, a naturalizmussal szemben kimondja az egyház a szeplőtelen fogantatás dogmáját. Igenis, van eredeti bűn, van rosszra hajló emberi természet, van bűn és van erény. És a bűnön csak az Isten kegyelme segít, ami a megváltásból ered, és ebből erednek a szentségek. Igen ám, de ezek közé be van sorolva harmadikként a keresség és a bérmás után az oltári szentség. De az oltári szentség, amiről én júniusban akartam beszélni, valami egészen más, mint a többi, mert a többi szentség, hát az egy jel, egy cselekmény, ami által létrejön a szentség. De az eukarisztia, az nem a cselekmény által jön létre. A cselekmény maga az áldozat, Krisztus áldozata. És mint szentség, a kiszolgáltatás által az áldoztatásban nyeri el a hívő ember a szentséget. De a szentség önmagában szentség. A keresztvíz nem szentség. A bérmálás szent olaja nem szentség. A bűnbánat lehetősége nem szentség, csak akkor, mert a szentségek mindig a Szent Háromságos Isten személyeinek, az Istennek a kegyelmét közvetíti. És mindig személyhez szól. Én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Én téged feloldozlak az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az a Krisztus, aki a feltámadása után adta ezt a hatalmat apostoloknak, akik továbbadták. És ezt a hatalmat, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Nem, ha úgy tetszik nektek, vagy úgy magyarázzátok, hát ez a jelképe, vagy ez emlékeztet az utolsó vacsorára. Félreérthetetlenek a szavak. Ez az én testem, ez az én vérem. Amikor ezt mondjuk, hogy oltári szentség, és ezzel be is akarom ezt a témát itt fejezni, kimeríteni nem tudnám, amikor az oltári szentséget említjük, a Szentírásból első, nagyon érdekes, a megtestesülés. Azért lett az Isten fia emberré, hogy ember alakjában bemutassa, hogy lehet engedelmeskedni az Istennek. Jézus Krisztus életének ez az egyetlen meghatározása, engedelmeskedett, mint halálig. Mint ember magára veszi az emberiség bűnét, mint ember vállalja a megváltás áldozatát, a legrettenetesebb szenvedést és kínhalált, ami a bűn büntetése, magára veszi, de éppen azért, mert egy személyben Isten is, éppen ezért lehet a megváltónk. Nos hát, az oltári szentséget, az ő egész megváltói élete lényegében arra visz, hogy megoldást adjon a bűn ellen, és lehetőséget adjon az Isten gyermeki életre. És azután, amikor Pétert kősziklának nevezi,
és az egyház alapításáról beszél, a következő jelenet, ez Máté a 16. fejezetben ír, a következő jelenet a Genezáreti tó túlsó partján Fülöp Cezáriánál történik, Betsaidánál, ez vagy 25 kilométerre van Fülöp Cezáriájától, az a Jordán felső folyásánál van, és ez pedig a Tibériás tónak a keleti partján, ahol van a csodálatos kenyérszaporítás. Jézus tudta, hogy ő mit akar tenni, olvasom az evangéliumban, ő előre tudta, és vagy 5000 csak férfi ember volt a hallgatósága. De az apostolok rászlánk, Uram, sokat beszélsz, ugye, már elfáradnak itt az este, nincs mit enniük, éhesek. Mi nem tudunk nekik kenyeret adni. Itt van ugyan egy gyerek, aki árusított kenyeret, de ők már, az apostolok már megvették, magukról gondoskodtak. 5 árpa kenyere és 2 hala volt a gyereknek. Hát adjatok nekik ti enni. De hát csak ennyink van. És András még számol is. Hát 2000 dénár se volna elég, hogy egy embernek csak egy falat kenyeret is vegyünk. Hát telepítsétek le az embereket. És oda hívják a gyereket, és Jézus megáldja a kenyereket, a 2 halat, átadja az apostoloknak, és az apostolok osztják tovább, és nem fogy ki a kezükből, és mindenki jól lakik, és a végén 12 kosár maradékot szedett össze velük Jézus, semmi kárba ne vessen. Az apostolok utána van nekik egy hétre való ennivalójuk, a 12 kosárnyi kenyérből és maradék halakból. Átküldi őket vissza Kafarnaumba, a tó túlsó partjára, ő magára marad, mert az emberek királya akarják őt kiáltani, aztán a tengeren járva utánuk megy, és másnap a tömeg már ott van. De nem látták őt hajóba szállni, ők reggel, a tömeg, akik ott aludtak a fűbe, más hajókkal, részben pedig gyalog kerülve a Genezáret tavát, ez egy olyan jó 6-8 kilométeres út lehetett, átgyalogoltak, és akkor azt kérdezik Jézustól, hát ő hogy került ide? Mert se az apostolokkal nem látták elmenni a halászbárkában, amit ott felhasználtak az apostolok, se gyalog nem ment, hogy kerültél ide? Az Úr Jézus nagyon reálisan, ezt János írja le mind a 6. fejezettől kezdve, a hasatok hozott ide benneteket. Nem így van leírva, ezt így mondom én. Tehát nem azért jöttetek, mert hallottátok a beszédemet, jól laktatok. Ez ugyanolyan, mint a május 1-i virsli meg sör, a potya. Jól laktatok, a hasatok hozott ide benneteket. És akkor Jézus elmondja nekik, ne olyan kenyérért törekedjenek, ami testi eledel, hanem én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből esik, az örök él, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mit mond? Hát atyáink mannát ettek, mégis meghaltak. Hogy mondhatja, hogy ő a mennyből szállt alá? Hát nem Józsefnek a fia? Názáretből? Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. És ha nem eszitek az emberfiának a testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet ti bennetek. Földi élet, örök élet. És ezt megmagyarázza. Most ne kelljen ezt tovább kifejtenem. Tehát a legelső nagy tanítása Jézusnak, amikor arról beszél, hogy ő eledelt fog adni. Tehát az eukarisztia eledel. Ahogy a testnek is eledelre van szüksége. És az első eledel az emberi test számára
9 hónapon keresztül az édesanyjának a vére. 9 hónap után, miután megszülettünk, az édesanyja vére tejé formálódik. S az édesanyja továbbra is saját testéből, véréből táplálja a gyermeket. Ez az alapvető tápláléka az ember természetes életének. Aztán kinőnek a fogai, aztán kap most már a föld terményeiből is ételt, és ennek az alapvető formája a kenyér. A vér és a kenyér. És a következő, az eukarisztiának a következő, hát nagy jelenete maga az alapítás, az utolsó vacsora termében, ahol már előrevetíti magát a keresztfa árnyéka, még a tradíciót, az ószövetségi hagyományt, amit Mózes rendelte a zsidó népnek, és évről évre megtartották a húsvéti bárány vacsorát. Ezt Jézus is együtt megünnepli az apostolaival már harmadik éve. Nem csinál törést, hogy idáig és mostantól. Nem. Van fejlődés az életben. És nem forradalom. Nem rombol, hanem épít. Épít. Megvan a húsvéti bárány vacsora. Júdás még kitörölheti a tányért. Jézus előre megmondja, egy közületek elárul engem. Csak nem én vagyok, Uram, kérdezik, minden nagypénteken halljuk a pasióban énekelni, Szent János leírása szerint, és akkor Judás odajön, és a tálba belemártja a kenyerét, tunkol a bárány vacsorának a szaftjából, és mit ír János? És akkor belément az ördög. És Judás távozik, Jézus szólítja fel, menj, és tedd meg, amit előkészítettél. És miután Judás eltávozik, ezután következik az, az új jelenet, hogy Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, hálát ad, apostolok összenéznek, ez nem tartozik a régi hagyományos húsvéti vacsorához, vegyétek és egyétek, megtöri és odaadja nekik, mert ez az én testem. Aztán veszi a kelyhet a borral, és Szent Pál, aki az apostoloktól és Krisztustól magától, ahogy megvallja és Lukács leírja, kapta a kinyilatkoztatást, igen, ő írja le az első korintusi levélben, valahányszor ezt teszitek, Krisztus halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Tehát az első század közepén már ott van, hogy az eukarisztia áldozat, és az áldozatban jön létre maga a szentség, amit az áldoztatásban, a szent áldozásban részesül ebből a benne hívő. De ugyancsak Szent Pál írja le, és Aquinói Szent Tamás, amikor a 13. században megénekli, és az úrnapját a középkori eretnekségek végén, az úrnapja ünnepét, az oltári szentség ünnepét az egyház beiktatja a naptárába, Aquinói Szent Tamás fogalmazza meg az ünnepnek a zsolozsmáját, állítja össze az ünnep mise szövegét, ott van a Lauda Sion Salvatorem, dicsért Sion üdvözítőd, Aquinói Szent Tamásnak nagyszerű verse, veszi jó és veszi vétkes, ám a haszna vajmi kétes, élet vagy elkárhozás. Tehát az oltári szentség vételére föl kell készülni, és ezt is az egyház a történelme folyamán kezdettől fogva a bűnbánat szentségének a gyakorlásával, a bűnbánattal, a bűnökért való engeszteléssel készített elő az áldozásra. Nem úgy, mint manapság. Lehet áldozni, hát akkor én is megyek.
Isten tudja, hogy mikor gyónt. Tehát ez nem bűn. Megbántuk a mise elején, elmondtuk a közgyónást. Hát emiatt a butaság miatt van a hit éve, hogy a hitünket megismerjük, és vissza ne éljünk vele, mert ez szakrilégium, magyarul szentségtörés. A középkor óta énekeljük, ma is énekli, az énekkar is énekli. Laudációt. Ja? Gyönyörűen énekelték az idén is. Laudáción, Salvatorem. Ja? Na, hát szóval hittan meg kell ismerni. És még ilyet kell mondani az Eucharisztiáról. Éppen azért, mert áldozat, ezért az imádásnak a tárgya. Mert az Eucharisztia maga Jézus Krisztus. Egy szentséget sem illet az imádás, se a keresztvizet, az anyagát, se a birmát, de az oltári szentség önmagában az áldozat, önmagán maga Jézus Krisztus, amiért imádás illeti meg. Ez a harmadik, Emmanuel, az angyal, amikor hírül hozza Jézus születését, akkor mondja ki, ő az Emmanuel, akiről már Izaiás próféta mondta ugyanezt, vagyis, hogy velünk az Isten. És amikor Jézus már a harmadik eszendőben már meg-meg lengeti a búcsúzásnak a szavait, te kisdednyáj, ne félj, te kisdednyáj, nem hagylak árván titeket. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hol? Az Emmanuelben, az Eucharisztiában. Tehát az Eucharisztia eledel, a léleknek az éltető eleme, ahogy a testi életet a teremtett világból kell fenntartanunk. Tulajdonképpen az ateizmusnál logikátlanabb dolog nincs, mert azzal, hogy az ember táplálékot vesz magához, ezzel elismeri, hogy ő teremtmény. Nem ő önmagának adta az életet. A természetes testi élete fönntartásához szüksége van ennek a teremtett világnak az anyagára. Tehát van teremtő és van teremtmény. Tehát az ateizmusnak akkor nincsen helye. És a lélek világának, mert az ember testből és lélekből áll, és ezt mindenki érzi, ugye ez a pogány római, ugye már a Horácius versében ott van, non omnis moriar, nem halhatok meg egészen. Hát a pogány Rómának miért voltak temetői? Az Isten tagadó ember miért állít sírkövet, miért állít emléket? Ha halál után nincsen semmi, akkor az egész temető kultusz egy nagy hazugság. Hát ha úgyis vége mindennek, akkor mit vacakolunk? De akkor mi volt az értelme a küzdelmének, a munkájának, egyebének, ha nem volna örök élet? Hát szóval táplálék, a lélek tápláléka, enélkül nem lehet Isten gyermekének lenni, áldozat, ezért adoráció illeti meg, imádás, és velünk az Isten, itt van az oltári szentség, ennek a valósága. Ugye? És ez egy tragédia, ami most hát van, hogy a templomainkat be kell zárni. Mert a templomaink azelőtt mindig nyitva voltak. Mert ott mindig be lehetett menni, mert valaki vár ránk. Valakivel ott az ember mindig találkozhat, Jézus Krisztussal. Ez az adoráció, a szentséglátogatás, a szentségimádás. De ebben a modern világban a turizmus, mindenki ünnepli, de a turizmussal együtt a tolvajok is elszaporodtak, és be kell zárni a templomot, mert a templomainkat fosztogatták és fosztogatják. Ja? Ezért vannak zárva a templomaink. Ja?
gyerekkorom, kis minisztráns koromban, igen, hát akkor mindenki, az inas iskolában is volt hitoktatás, és hát, igen, a katolikus templom ezért van nyitva, mert ott Jézus Krisztus, ami megváltó Istenünk, jelen van, vár ránk. Ja? És a huncut, ugye, inas kiírta Kispesten a templomtérre, a református templom zárt ajtajára, Isten hiány miatt zárva. Ja? Ez egy ronda, tréfa, de valóság. A katolikus templomnak mindig nyitva kellene lennie, ha nem lenne a modern világ ennyire hitvány, mint amennyire hitvány. Na most itt leálltam, mert erről akartam beszélni júniusban, de bővebben. Múzeumi esték. A múzeum a múlt, a történelem, ami megtörtént, ami érdemes visszagondolni, amit érdemes felidézni, mert tanulságos, ma is tanulságos. És lényegében ez a mi múzeumi reflexióinknak is, visszatekintésünknek, és egyáltalán minden múzeum ezt szolgálja, hogy van mögöttünk is egy világ, nem mával, nem én velem kezdődik a történelem. Figyelj föl arra, mi volt előtted. Semmivel sem ostobább emberek, sőt, a maguk nemében sokszor műveltebb emberek, mint a mai ember. Sokkal műveltebbek. Mindenféle szempontból. Kézművesség szempontjából már mindent a gépek, az automatika old meg. Ezért van annyi munkanélküli, mert nincs szükség az ember kezemunkájára. Egy mai gyerek nem tud begyújtani se, mert nincs már sparhert, csak meg kell nyomni a gombot, vagy be kell kapcsolni az áramot. Ja? Nem tud tüzet rakni. Tehát a mi modern világunk, bármennyire büszkék vagyunk rá, sokkal elmaradottabb, mint a 2000 évvel ezelőtti római vagy görög kultúra sok minden eset dologban. Sok mindent tudunk. A technikai civilizációnkat ne szégyeljük, az emberi észnek a produktumai ezek, csak azért ne vessük meg a régi dolgokat. Nos hát, a távoli múlt, és a nem is annyira távoli múlt, milyen érdekes, hogy az emberek 50 évvel, 60 évvel ezelőtti dolgokra nem tudnak visszaemlékezni. Nem tudják. 70 évvel ezelőtt, 75 évvel ezelőtt pontosan volt az Eucharisztikus Világkongresszus. A témát nem fogom tudni elmondani, de azzal vezetném be, hogy a Schütz professzornak voltak az egyetemi előadása, ami egy könyvben is megjelent, 10 előadás, aminek ez volt a címe a könyvnek, Isten a történelemben. A történelmet nem a politikusok csinálják. A történelem kulcsa az Isten kezében van. És az ember visszafelé néz, akkor megdöbbenve veszi észre, Istenem, milyen érdekesen állítja helyre azt a disszonanciát, azt a zavart, amit az emberek tudnak csinálni, az Isten bölcs atyai szeretete. Csernok János, Magyarország hercegprímása, ha a születés évfordulóját megünnepelnénk jövőre, mert 1850, nem, tavaly kellett volna megünnepelni, 52. április 4-én született, nem, és 54. április 4-én, 4-4, igen, született, hát, tehát 160 éve. 160 éve. A világháború alatt ő volt a hercegprímás. Rengeteg erőfeszítést tett ő is. Ma már nem tudjuk, hogy a boldoggá avatott IV. Károly királyunk ezért nyert el a boldoggá avatást, mert ma már nem beszél róla senki,
hogy mennyi erőfeszítést tett arra, hogy a háborúnak véget vessen, az öldöklésnek véget vessen. Ugyanakkor 15. Benedek pápa. Azóta már a boldoggá avatott, az első királyunk szenté van avatva, az utolsó apostoli királyunk a boldogok között van, úgyis a szentek társaságában. Csernok Jánosnak a szarkofágjára, a sírkövére, ami még az 50-es években a bazilikának a jobboldali oldalkápolnájában volt, annak a föliratát nem tudom pontosan idézni, hogy amit nem tudott az életében megtartani és megmenteni Nagy Magyarország, azért imádkozzék holtában Isten előtt. Ez a lényege a föliratnak. Csernok János. Trianoni Magyarország, rettenetes gazdasági válság, összeomlás. A múzeumunkban mindig, hát hangsúlyozom, hogy abban a nyomorult időben, a trianutáni nyomorult időben épült a legtöbb templom a Váci Egyház negyedben, 63. A legnagyobb szegénységben. Érdekes, a bajban, mint ahogy most, az árvíznél is összefognak. És a különben szinte ellenségek, ugye? Nem akarok most neveket mondani, végén egymás mellett töltik a homokos zsákot. Hál' Istennek, a baj összehozza a magyart. Hát a trianoni Magyarországban is összefogott a magyar. Csernok János ebben a nehéz időben éli az utolsó életéveit. És 27. július, ugyancsak 24-én meghal. Hát mindenki tippel, mint ahogy mindig tippelnek, hogy ki lesz a pápa, ugye? De akkor is mindenki tippelt, ki lesz az új esztergomi érsek. Egész a kormányzóig, a kabinet irodáig, amelyiknek már nincsen apostoli joga, kinevezése, püspök kinevezése, de a nuncius mindig közölte a kabinet irodával, hogy Róma kit akar püspökké kinevezni, van-e valami ellenérzése a kormányzatnak. Ezt az udvarias gesztust Róma gyakorolta Trianon után is, amikor az apostoli királyság csak névben maradt fenn, és kormányzóság volt. És a kormányzó sem volt katolikus, református. És hát ez köztudott volt, és ez az én kisgyermekkoromban nyúlik vissza, ugye, hát hogy mindenki Gladfelder Gyulára szavazott, aki abban az időben, pláne Prohászka halála után a legnagyobb szónok püspök volt. A fölkészültségében, a kiállásában, a retorikájában, a szónoklásában. Gladfelder. Isten malmai azonban másképp őrölnek. Ez is, amikor az újságírók odaállítanak öt bíborost, köztük a magyar prímást is, mint pápa jelöltet, ahogy ezt Móriczka elképzeli. De a történelem, az annak a kulcsa, az Isten kezében van, és az egyház történetét a Szentlélek irányítja. És nagy meglepetéseket tud csinálni. Ezek a meglepetések különösképpen megfigyelhetők a francia forradalom óta. Mindig a legalkalmasabb bíboros, akire nem is számítottak, az kerül pápának. 10. Szent Pius óta a 20. század elejétől kezdve. Ne? 11. Pius 22-ben a pápa. Itten tippelnek, még Gladfelderre számít, de van egy egyszerű bencés szerzetes, ő született 1884-ben, 52-ben a Csernok, 84-ben született a Serédi György. Mind a kettő érdekes, szakolcai Tóth volt a Csernok, nagyon egyszerű falusi ember, akit a Borszem Jankó, hát egy kicsit totosan is beszélt,
és a Borsem Jankó a liberalizmusnak a Wekerlei időben, a 19. század végén kigúnyolta, ugye, felül bíborban, alul pedig tót gatyában ábrázolták a címlapon. Ne? Minden csoda három napig tart. Ne? Hát tót emberből, egyszerű falusi emberből lett bíboros. Ne? Előbb kalocsai érsék, aztán esztergomi. Hallatlanul komoly teológiai felkészültséggel és adottságokkal. Aztán jött Serédi György. Család nevén Szapucsek. Szapucsek. Szakolcán, ez pedig hát Deákiban született, ugyancsak a Felvidéken. 11 gyerek közül ő volt a tizedik. A papa pedig cserépkészítő, kézműves. Tetőcserepeket, a poltári cserepeket csinálta a papa. Ne? Szegény gyerek, aki jól tanul, a bencések befogadják, ingyen tanulhat a győri gimnáziumban, és azután jelentkezik ő is szerzetes papnak, aztán Rómába kerül, a San Anselmóba, 1980-ban szentelik pappá. Tulajdonképpen egy a sok közül, egy a sok tudós, bencés paptanár közül. Egyházjogász, aki Róma is fölfigyel, és Pannonhalmán ugyan tanárként működik nem sokáig, mert valaki fölfigyel rá, a későbbi bíboros hát miniszterelnöke, bíboros államtitkár a Vatikánból, Gaspari, aki akkor még nem bíboros, de nagy egyházjogász, és fölfigyelt erre San Anselmóba fölnőtt fiatal jogászra, aki ugyan már Pannonhalmán a főiskolásokat tanítja, de Rómába hívja, és ott tanít. Aztán közben hazajön, aztán közben az első világháború alatt az Oroszországból hazahozott, idekerült hadifoglyoknak az istápolója. De újra ki kell mennie Rómába, mert szükség van rá. És Rómában egy csendes, névtelen ember. De Gasparinak a jobb keze, aki közben 11. Pius bíboros államtitkára, és amikor itthon gondolkoznak, ki is lesz az érsek, akkor ezt a nem ismert, Magyarországon névtelen Justinián, bencés, Cserédi Justinián, ez a rendi neve, a pápa kinevezi esztergomi érseknek, itt mindenki csodálkozik, 3 hónappal Csernok halála után, és a legnagyobb csodálkozása, talán 3 hét múlva konzisztórium van Rómában, és kinevezi bíborossá. Az esztergomi érsekek mindig utólag kapták meg a bíbort. Ő előbb bíboros, és azután lesz püspökké szentelve, maga a pápa szenteli, egy hónapon belül, 3 héten belül, adventben, 1927. december 19-én nevezi ki bíborosnak, és bíboros püspöknek, és január 8-án püspökké szenteli, és január 29-én elfoglalja az esztergomi széket. Heteken belül történik minden. És mit tehet a kormányzó? Egy elegáns magyar küldöttség megy Rómába megköszönni a pápának ezt a kitüntető gondoskodását. És a pápa gondoskodik. És ez a fiatal bíboros, aki mindössze, hát ugye született 54-ben, és 27-ben, 84-ben, és 27-ben már bíboros, tehát mindössze 43 éves, amikor bíboros érseke esztergomnak.
És a trianoni Magyarországon 3 év múlva előkészíti a Szent Imre évet, amire Európának az ellenséges hatalmai, akik Trianont okozták, a püspökei és bíborosai meglettek hívva, a kiengesztelődés békejobbot nyújt a magyarság a bennünket leigázó Európának, Nyugat-Európának, a Szent Imre évben. És ez 11. Pius segíti elő, itt vannak a legnevesebb, hát bíborosok, Szincséró Alajos a pápának a követe, aki töri a magyart, és nehezen olvassa, de az egész predikációt magyarul mondja el a Szent Imre albumban Páter Bőle Kornél, a krédónak az alapítója, ugye a domonkos, olyan hunyorogva néz a Szincséró bíborotra, aki hát töri a magyar, de mondja magyarul a magyar nép iránti tiszteletből. Mert a magyar nép a béke eszköze, amelyik a tatárt, a törököt megállította, az most a trianoni disznóság után, igazságtalanság után nem revíziós politikát, hanem a kereszténység békességet hirdet. Ez a Szent Imre év. Nagyon érdekesek az albumnak a képei, mert a nagy hát ünnepség a vérmezőn történik, amelyik még egy lapály a Várhegy alatt, az egy mező, egy mezőség, egy gödör, ami nagyon alkalmas volt erre az összejövetelre, ahol 100 000 ember összejött, 31-ben, a Szent Imre évben, Szent Imre halálának a 900. évfordulóján, és ez egy nagy erőpróba volt, amitől senki nem tudott, amiről már a bíboros érsek álmodott, hogy az Eukarisztiának a nagy ünnepe, amelyik a vinculum caritatis, a szeretet köteléke, és ami 1876-ban volt az első zarándoklat, és 1881-től kezdve voltak az eukarisztikus világkongresszusok. Ez is milyen érdekes. Abban a Franciaországban, ahol a liberalizmus egyház ellenes tombolása még a 20. században is egészen a II. Világháborúig fennállt, és a francia állam egészen de Gaulle-ig, hát tulajdonképpen keresztény ellenes volt, utána még a Coty, az államelnök nyilvánosan ateista volt, ebben a Franciaországban kezdődött el az oltári szentség ünneplése, imádása, engesztelése, és a 34, ez volt a 34. Eucharisztikus világkongresszus a magyarországi, majdnem mindegyik a 20. század 20-as éveiben, tulajdonképpen a század elején van az első Jeruzsálemben, ami nem Franciaországban van. A legtöbb eucharisztikus világkongresszus a legelső időkben a liberalizmus tombolás alatt Franciaországban volt. Abban a Franciaországban, amely hitetlen, amely káromkodó, istengyalázóvá vált. Ugye? És a pápa, nagyon érdekes, a II. Rómában tartott világkongresszus után, ami 11. Pius pápa a Szent Évben 1925-ben volt, és akkor a pápa ezen maga volt, vett jelen, és akkor rendelt el, hogy attól kezdve minden 2 évben kell tartani az Eucharisztikus Világkongresszust. 2 évente. És jött egy nemzetközi bizottság, amelyik érdekes, Párizsban székelt,
az ateista Franciaországban, és ott döntötték el mindig, hogy a következő hol legyen. Megvolt a világkongresszus, érdekes volt ez, hát 36-ban kellett volna, mert 34, 36. De 36-ban volt a berlini olimpia. Hát Európában most nem lehet több, ezért 37-ben tartották a következőt, és ezután a Nemzetközi Bizottság összeült. Ebben a Nemzetközi Bizottságban azért nem véletlen, hogy Batthyány Stratmann László, az azóta boldoggá avatott szemorvos, a szegények orvosának az elsőszülött fia, a László, aki a hercegséget örökölte, mert az elsőszülött mindig a herceg, többi azt a grófi címet viselt. Ő is jelen volt ebben a Nemzetközi Bizottságban, és nem véletlen, és a pápa szándéka érvényesült, és később tudódott ki, hogy ezt Serédi Bíboros akarta már 30-tól kezdve, és a Szent Imre év az a próbája volt, hogy ez erre képes Magyarország, és 37-ben eldöntötték, és a pápa jóvá hagyta, és a pápa maga nevezte meg, hogy ennek a 34. Eucharisztikus Világkongresszusnak Budapesten a jelmondata vinculum caritatis, a szeretet köteléke. Azonban 38. áprilisában Hitler megszállta Ausztriát, Hitler megtiltotta az osztrák és a német papoknak, püspököknek, és egyáltalán Ausztriából, hogy valaki is részt vehessen az Eucharisztikus Világkongresszuson. Hát én szerettem volna ennek a világkongresszusnak legalább a csontvázát elmondani, mi minden történt ezen, és a pápa a Bíboros államtitkárát küldte legátusként, követeként, ez ugye 38 májusának az utolsó hetében volt, és nem is egy év múlva, következő év februárjában meghalt 11. Pius, és 12. Pius lett a római pápa. 11. Pius is, aki Milánónak a főkönyvtárosából lett bíboros, és egy hallatlanul precíz milliméterekre és másodpercekre precíz ember volt, azt mondják, fantasztikus rend volt a Vatikánban, és pontosság, és nagyon jól ismerte a magyar történelmet, és azt az igazságtalanságot, ami Trianonban történt, az egyház nem politizál, ma sem politizál, de Krisztus evangéliumát, a szeretet evangéliumát hirdeti, és ezzel szeretné gyógyítani ennek a beteggé vált világnak a sebeit, a gyűlölködő Európának a sebeit. És ezért volt az Eucharisztikus Világkongresszus. És a magyarság, a hitvalló, az ezredik éve keresztény magyarságnak a csodálatos, hát ünnepe volt ez 38. májusában. Hát csak néhány adatot hadd mondjak el, ami ma már elképzelhetetlen. Egy évvel előbb elkezdődött az előkészület. Egyáltalán a 31-ben már ezzel a céllal kiadott Szent vagy Uram énektár, hogy a magyarok egyformán tudjanak énekelni, mert ahány falu, ahány templom, ahány kántor, annyiféleképpen énekelték ugyanazt az éneket. Voltak nagyon érdekes helyi adottságok, például csak egyet mondok, én nemzetem, zsidó népem, nagypéntek délután a keresztoldal. Te ellened mit vétettem, ez a rendes dallam. Az én jó palócaim így énekelt.
én nemzetem, zsidó népem, ez az érdekes ajta, te ellened mit vétettem, jó tempó rubátó, ugye, mert cigányosan, ugye, és a Szent vagy Uram énektár megteremtette a közös egyforma éneket, és 37 májusában megalakult az előkészítő bizottság az egyházban és az államban is. Az államban a Váci börtönben meghalt Hóman kultuszminiszter volt a vezetője, és előkészült a nemzet. Mi gyerekek, jól emlékszem, jó téteményekkel, jó cselekedetekkel, imádsággal és szentáldozás fölajánlásával készítettük elő a Szentatya szándékára, a világ békéért, a nemzetek megbékéléséért. A szentáldozásért, ha jól emlékszem, 10 búzaszemet, 2 elég nagy és erős papírból készült zacskó volt. Egy üres zacskó és egy teli zacskó. Hát én nem tudom, talán 100 000-nyi búzaszem fért abba bele. Minden reggel imád, ha elvégeztük esti imád. Este a lelkiismeret vizsgálat után volt szabad beletenni a búzaszemeket a másik zacskóba. És ezt el kellett készítenünk 38 húsvétjáig. Volt, aki 2 zacskóval is készített elő. Nem illett csalni, és nem is csaltunk. És hozzászoktunk, minden vasárnap szentáldozáshoz járultunk. Ha kellett, akkor szombatonként gyóntunk. Szent gyónásért lehetett 5 búzaszemet berakni, áldozásért 10. És ebből a búzából őrölték azt a lisztet, amiből a Szent Ostyát, az ostyát sütötték, amivel a kongresszus alatt áldoztattak. Szép gondolat volt. És egy nagy lelki gyakorlat, ami egy éven át tartott. Missziók, népmissziók, lelki gyakorlatok. Nagyon érdekes, hogy 2 héttel a kongresszus nyitása előtt volt Pesten egy munkás nagygyűlés, amit az EMSZÓ, a Katolikus Munkásszövetség, a KIOE, ebből lett a Kolping a 30-as években, tehát a munkás ifjúságnak és az EMSZÓ, a gyári munkásoknak a szövetsége, egyházi munkás szövetség, EMSZÓ, és ezeknek volt a közös hitvallása. Igen, döbbenetesek a számok. Hogyha ezt, hát csak néhány számot hadd idézek ebből. Igen. Tehát egy hónappal, illetve májusban, 2 héttel a nyitás előtt. Május 15-én vasárnap egyházközségi munkás szakosztályok nagygyűlésén 25 000 gyári munkás vett részt. 25 000. Érdekes, az akkori szociáldemokraták, ezt az albumból olvastam ki, hiszen én akkor 15. életévenben voltam, 14 múltam januárban, tehát ezekre a részletekre így nem emlékszem. De 38 év végén kiadták az albumot, a 25 000 munkás, akik elvégezték a szentgyónásukat, és ezen a vasárnapon szentáldozáshoz járultak, már az előkészítés előtt, hitvallásra. A következő vasárnap, egy héttel a megnyitás előtt, a rendőrök jöttek össze, és a bazilikában, Pesten, 3 000 rendőr előtte elvégezték a lelki gyakorlatot, szentgyónásukat és szentáldozáshoz járult 3 000 rendőr. Utána nagy ünnepélyes felvonulás, mert ők a kongresszus alatt
ők mind szolgálatban voltak. A vasutasok ugyanígy, velük egyidejűleg. Egy hét múlva, vasárnap volt még egy megnyitógyűlés, amit a bíboros tartott, Serédi, és ezen a megnyitógyűlésen tulajdonképpen csak annyi történt, hogy mindenki beszámolt, hogy minden elő van készítve. És másnap, hétfőn, április 23-án érkezett vonattal a keleti pályaudvarra a bíboros legátus. Hát ennek az ünnepélyessége tulajdonképpen akkor Magyarországon, ez amit ma nem lehet már elképzelni, egy volt a nemzet szinte és az egyház, és akik nem voltak katolikusok, azok is azért együtt ünnepeltek, mert ez nemzetünnep is volt, mert a megnyitónál már 37-ben, egy évvel előbb, a megnyitónál kijelentették, hogy ez a 38-as év, ez nem csak egyházi ünnep lesz, az oltári szentség ünnepe, hanem magyarságnak a szent éve, Szent István halálának a 900. évfordulója. Tehát nemzeti ünnep is volt. És így minden magyar beletartozott ebbe, katolikus és nem katolikus. Hát aztán jött a pápai legátus, a keleti pályaudvaron, én magam is a magam fénykép albumában őrzök fényképeket, amiket még akkor diákkoromban szereztem. Ezek kis boxgépekkel készültek, amikről nagyon jó nagyítást lehet készíteni, de ugyanezek a képek az akkori magyar filmhíradón is megjelentek sorozatosan, amit aztán azóta nemigen mutatnak. A kormányzó, mint ellentengernagy, abban a díszruhájában köszönti. Ott van az egész magyar parlament, miniszterelnökkel az élén, felsőház elnöke, aztán a külügyminiszter, vagy a miniszterelnök, az alsóház elnöke, aki akkor éppen Kornis Gyula volt, a vászi születésű filozófia professzor, piarista tanár, akit aztán ugye a nácik intéztek el, nemzetszocialisták. Érdekes volna ezeket az adomákat, amiket az ember még tud elmondani, ugye Kornissal kapcsolatban is, akinek a hétkápolnai kút kiépítését köszönhetjük, azt ő csináltatta, Kornis Gyula, a Váci szülött. Nos hát, ott van az egész parlament, ott van a katonaságnak a díszszázada, ott vannak a regnumisták, akik minden nagy ünnepélyességnél, ahol a legátus is mindenütt részt vett, volt 50 harsonás, és volt egy harsona jel, ami mindig a fülemben van. És hát valami csodálatos ünnep volt ez, a megnyitás hétfőn. Hát ugye ez még nem volt nagy népünnepély, ez délután volt, utána a legátus a Mátyás templomba ment, a püspökkar ott várta őt, és tulajdonképpen az volt az ünnepélyes fogadás. A keleti pályaudvaron a nemzet fogadta őt, és az esztergomi érsek, a püspökkar pedig a Mátyás templomban. Aztán ugye este volt még egy nagy ünnepség, ahol a külügyminiszter köszöntötte, és ott volt a kecskeméti öreg magyar, egy 100 éves magyar, nagybajszú, stram öreg kecskeméti, tanyasi ember, az is köszöntötte a pápa őszentségének a követét. Ja, ez fotográfiákon ez megmaradt. Hát utána jönnek a programok kettől kezdve, amit érdekes volna elmondani, hogy milyen tömegek vettek ezen részt, de hát én csak, mint jelenlévő,
százezrek mozogtak. Az ifjúsági, ugye áldozó csütörtök az volt a közepe a kongresszusnak, kedden, szerdán ezeket a programokat nem mondom el, nem jutnék a végére, tehát az áldozó csütörtökön volt az ifjúsági mise, a város ligeti tó le volt csapolva, ott lócák voltak, és a hősök terének az eleje be, a Dózsa György út és az András út eleje, 150 gyerekember, diákember vett részt az ifjúsági misén. Én magam akkor, hát már 4 éve, akkor én voltam már a főminisztráns, a kispesti minisztránsoknak, piros reverendába, olaszos, hát karingünkben, ott feszélyünk mi is, 150 ezer gyerek, akik mind lelki gyakorlatot végeztek, és nem tudom hány ezer pap áldoztatott, vagy ezer pap körülbelül áldoztatott, és hát mindenki szent áldozásra járult. A hősök terei megnyitó szentmisén ott 100 000 ember volt. Az esti hajókörmenet, ezt azért érdemes elmondanom, mert ezek a hajók már nincsenek. Legelőn volt egy gőzös hajó, ennek nem jegyezték fel a nevét, az egy nagy kivilágított kereszt volt a hajó ormán, a legelső hajón. A második hajó az ez egy személyszállító nagy hajó volt, a neve Leányfalu volt. Ezen a második hajón, ezen helyezkedtek el a illetve nem jól mondom, a vezérhajó után jött 2 hajó, 2 hatalmas gyertyával, és ezeken a gyertyás hajókon voltak a kedves nővérek. Aztán egy személyszállító hajó, hát hogy az apácák ezrei vettek részt ezen az ünnepségen. Azután a Leányfalunak a hátsó tatján ott voltak a harsonás, az 50 harsonás. A középső hajó az volt ezen papok vettek részt, és a hajónak a tatján, a hátulján, ez volt a Leányfalu, tehát ez már tulajdonképpen a 4. hajó volt a hajók sorában, ott 40 kispap, 40 füstölővel. Mert utána következett a Szent István hajó, ez volt a főhajó, amelyik hozta az oltári szentséget. Hát, hogy abban a világban a megvilágítás mostanihoz képest az azért egyszerűbb volt, de valami csodálatos látvány volt. A Duna partján végig fáklyás leventék, a Margit szigeten körül a parton cserkészek, az eskütérről, tehát a belvárosi templom, ahol a Petőfi szobor van, onnan indult a körmenet, és ment a pesti Dunaparton föl a Margit szigetet megkerülve, a budai oldalon vissza. Amikor az eskütérhez ért, akkor a legátus, aki az oltári szentséget vívő hajón volt, a püspöki karral, illetve hát, ugye, ezt nem mondtam el az elején, hogy a magyar püspöki karon kívül hány bíboros és hány püspök vett részt, azért érdemes erre visszalapoznom, hogy pontos legyek egészen, 14 bíboros, 48 érsek és 197 püspök. A magyar püspökön kívül, akik a nyugdíjasokkal együtt van, 13-an, 14-en lehettek, ugye, néhány érsek, már nyugalmazott érsek is volt, érsekpüspök, tehát tulajdonképpen több mint 250 püspök vett részt, azok az oltári szentséget vívő Szent István hajón voltak. Azután
ezt a hajót követte, ugye az előtte lévő hajón papság, ezt követte a tulajdonképpen még három hajó, ugye az oltársenyésző hajó, a Zsófia, ez egy olyan hajószerű nagy jacht volt, azután a Jupiter nevű hajó és a Linz nevű gőzös, ezek Ausztriából, illetve nem Ausztriából, hanem itt a Dunaparton, a Püspöki Palota alján van az a beugróház, az a DDSG-nek volt a hajóállomása. Mert ugye régen Magyarországon ez a monarchia idején, és az két hajó itt maradt a DDSG-től, Donau-Danschiff-Gesellschaft, a Dunai Gőzhajó Társaság. Tehát kétfajta gőzhajó közlekedett a Dunán, a Mefter és a DDSG. És hát tehát ez a két hajó, a Jupiter meg a Linz, ezek még a DDSG-től maradtak itt. És hát volt a Zsófia sétahajó. Tehát tulajdonképpen egy egész hajóraj volt ez. Aztán az Eskütértől a Gellért-hegy alatt mentek egészen, akkor így hívták a Boráros téri hidat, hogy Horthy híd, amely később Petőfi híd lett, azt megkerülte a menet, és jött vissza az Eskütérig. 8 órakor kezdődött el a körmenet, és majdnem éjfél volt, amikor befejezték. 100 000-es tömeg a partokon, amelyik nem oszlott föl. Hát ez volt az áldozó csütörtöki este. Aztán, ami számomra felejthetetlen, emlékszem, hát édesanyám alig tudott fölébreszteni, de fölébresztett, mert pénteken, hát mint minisztránsok bemehettünk, különben csak férfiak vehettek részt, a férfiak szentségimádásán, ahol ugyancsak 150 ezer férfi vett részt, ebben benne voltak gyári munkások, tisztviselők, minden rendű rangú férfi elvegyülve. És mindegyik elvégezte a szentgyónását, és a 150 ezer ember ott az éjszakai szentségimádáson, az éjszakai éjféli szentmisét, azt a Lyoni bíboros érsek mondta, ami gyerekmisénket délőtt, a Verdier, a párizsi bíboros érsek mondta, tehát minden nagy ünnepet más mondott, a legelsőt, meg a legutolsót, az maga a pápai legátus, ők közben mindegyiken, mindenen részt vett. Óriási élmény volt ez, és minden nap délután nemzetközi nagygyűlések voltak, hát az album ABC rendben közli a nemzeteket. Minden nemzet, amelyik részt vett, egy küldöttjével beszéddel is részt vehetett. Voltak hosszabb beszédek, a végén pedig 3 perces hozzászólások. Ezt nem adtam össze, hogy hány nemzet volt, de a kongresszus himnusz, ez a minden népes nemzetet, ez ami döbbenetes volt, mert több mint 50 nemzet Európából és a tengeren túlról képviseltette magát. Egyedül Németország, nem a hitleri Németország, amelyik éppen olyan ateista volt a barna kommunizmus, mint a vörös kommunizmus keleten. De érdekes, orosz küldött is volt, emigrált orosz, aki Lengyelországból jött. És a keleti keresztényeknek, az ortodox keresztényeknek a bazilikában volt a szentmiséje a kereszténység egységéért, amin a bíboros legátus is részt vett. Ugyanakkor más jelentős szentmise a szabadon volt, de külön volt például a katonáknak, frontharcosoknak, tűzharcosoknak, tehát az első világháború és a két világháború közötti katonaságnak. Vagy a befejező nap reggelén külön volt a legényegyletnek, a kalotnak a közös szentmise 50 ezres tömeggel. Csodálatos dolog volt. A befejező szentmise
azaz a befejező vasárnap volt, 29-én, ezen a szentmisén 100 000 ember vett részt a Hősök terén, azután délután 3-kor kezdődött a körmenet, ami a bazilikából indult, azt is a legátus vezette. Hát mi, nem pesti minisztránsok, ott jelentek meg először a Szaléz intézetnek a gyerekei és minisztránsai, nem tudom, hanyan voltak, több mint 50-en, akikre mi nagyon irigykedtünk, mert mindegyiknek kanonoki galéria és birétuma volt. Hát nekünk ez nem volt, úgyhogy nagyon irigykedtünk rájuk. Ezek is szerepelnek ott a menetben. Mi csak oldalt álltunk az első sorban. Én a Kiskörönd és a Hősök tere között, tehát az utolsó részen, és úgy, ahogy ez május végén szokott lenni, mint ahogy ma is volt, egyszerre csak beborult, és egy iszonyatos zuhogó eső volt, bőrigáztunk. Ennek is volt azért, ugye, ahogy egy német minisztráns filmben van, die Lauschwube der Liebes Gottes, a Jóistennek a, hát a csirkefogói, ezek a minisztránsok, ugye, hát mi ott elsősorban voltunk, és hát az ilyen gyerekember mindenre figyel, és mindenre ügyel. Szapi Gyula a későbbi egri érsek, akkor már pápai prelátus volt, lila reverendába, lila zokni, csatos szipja, ahogy akkor illet még barokkosan, és úgy látszik, hogy a harisnyája az egy festett harisnya volt, valószínűleg a kordás nővérek csinálhatták ezt neki, mert ott volt a pesti lakószobája. Abban a zuhogó esőben, hát ez nekünk nagyon tetszett, pont előttünk ment el, és ahogy lépkedett, minden lépés nyomán egy lila tócsa maradt. Igen, hát ugye azért mondom ezeket, hogy el ne aludjatok közben, igen, és hát szóval a nagy áhítat és áhítatosság és a csodálatos élményanyag mellett hát maradtak bennünk ilyen huncutságuk is, és ez a bőrigázás, az volt a nagyszerű. Senki nem mozdult, a pápai legátus sem volt, igaz, ő a baldakin alatt volt, és ő hát így nem ázott el, de utána a befejező ünnepségen is hát ő részt vett, ami aztán 6 órakor kezdődött, és utána még a parlamentben volt egy ünnepség. A következő nap pedig, hétfőn, újra volt egy körmenet a Hősök terére, amikor kivitték oda a Szent Jobbot, és ez volt a Szent István évnek a megnyitása. És a Hősök teréről egyenesen az aranyvonatba helyezték el a Szent Jobbot, és azt követte a bíboros legátus, és a külföldi vendégpüspököknek, bíborosoknak, érsekeknek is a vonata. Együtt mentek a Szent Jobbal Esztergomba, és ott kezdődött el a Szent Jobbnak az országjárása. Ennek a során járt Vászon is az aranyvonat, erről is van néhány fénykép a múzeumunkban. Eucharisztikus világkongresszus. Az oltári szentség, az Isten szeretetének a jelen valósága, velünk van az Isten. És a magyar nemzet együtt imádkozott. És ha meggondolom, ez a pápai ajándék a magyar nemzet számára, a trianoni magyar nemzet számára az utolsó pillanatban volt, mert elkezdődött a Szent István év, a 39-es év, Szent István napja augusztus 20-a, és a hónap végén már kitört a második világháború, és soha többet ilyen ünnep nem lehet, amilyen odáig se volt, de nem is lehet a magyar történelemben. A történelemben ezt nem tanítják. Én egy este néhányatoknak ezt most elmondtam. Még néhány mondatot mondok,
és azután, hogy egy kis emlékanyag maradjon bennetek, ha én befejeztem egy 5 percnyi filmet is szeretnék levetítetni. Amit el akarok mondani, múzeumi esték, a múzeumok baráti köre, váciak, vagy nem váciak, mert vannak már nem váciak is, budapestiek, meg az Alföldről valók, akik a múzeum megnyitóján valahai híveim, vagy ismerőseim, vagy barátaim, akik el szoktak jönni néhányak, akik azt mondták, atya, ebbe a baráti körben mi is bele akarunk tartozni. Ma az Anyaszentegyház nagyon-nagyon szegény. De ez nem baj, hiszen Szent Ferenc tiszteletére Ferenc a pápánk. A szegénység úrnőjének a lovagja volt Szent Ferenc. Nem kell félni a szegénységtől. A szegény asszony 2 fillérje. De az, hogy ezeket a régi dolgokat meg tudjuk örökíteni, mert verba volunt, a szavak elröpülnek, az írás megmarad. Ugye a számítógépbe be lehet rakni sok mindent, de amit nem raknak bele, az nincs benne. És amit beleraknak, a számítógép 5, legfeljebb 10 év alatt kimegy a divatból, és a következő számítógépnek már új rendszere van, és amit 10 évvel előbb rájátszottunk, azt 10 év múlva nem tudtuk lejátszani. Az én, hát, tereskei emlékeimet 2000-ben könyvbe kiadtuk. És 2010-ben alig lehetett találni már Magyarországon olyan számítógépet, ahol újra le lehetne és át lehetne játszani a 10 évvel előbbi lemezt. Hát azok, akik esküsznek a számítógépre, nem a saját eszükre, de a gépbe ott van, csak le kell kattintani. Hát ezzel fölvághat, de amit nem tud kívülről, ami nincs meg írásban, amit leemelek a könyvös polcról, és ott van a 200 vagy akár 500 éves kézzel írott könyv is, a kódex, az nincs meg. A számítógép ideig, óráig meg tudja őrizni, de csak azt, amit ráolvastak. Amit nem, az nincs. Hát ezért kell, hogy megjelenjenek könyvek. És az, hogy mi minden évben ki tudjuk adni, hát így tudtuk kiadni a Mindszenti könyvet is. Mert az egyházmegye, a püspökség örül, hogy a katolikus iskolákat, az Apor Vilmos katolikus főiskolát is fönn tudja tartani. Mert mindenki, aki ott van alkalmazva, leadja a számlát. Hát az egyházmegyé, a püspök fizessen. Na de miből? Hát a múzeum az, aminek nincs költségvetése. A püspök atya fizet. De én bízom abban, és azt hirdettem meg a múzeumban, és ezt hirdetem itt is. Ha nekem volna, és miért ne lehetne egy 30 ezres városban legalább 20 olyan ember, akinek ha van havi 300 ezer forint jövedelme, 300 ezer, nekem, ugye, lényegesen kevesebb van nyugdíjként, és ebből a 300 ezeres jövedelméből havonta félretenne 5000 forintot egy borítékba, vagy ha nem bízik önmagában, ugye? Mert aki dohányos, talán többet elszív. Aki a fél decit beönti reggelivel, reggelénként, az többet leönt, mint 3000 forint érték. Aki egyszer elmegy az operába, ha egyszer elmegy abba az elegánsabb cukrászdába, hát egy ezrest ott hagy. Nye? Ma már egy szelet torta 300-400 forint,
Egy belépő díj, gyerek belépő díj az egy gombóc fagylalt, a két belépő díj a múzeumban két gombóc fagylalt. Ugye? Van, akinek ez is sok, de hát ezt is fönn kell tartani, mert villanyszámla, gázszámla rendben kell tartani, takarítani kell. Tehát én szeretném ezt az intézményt és a kiadványainkat úgy létesíteni, újra mondom, ha volna 20 olyan ember, aki havonta betesz 3000 forintot, számítsátok ki, az a 20-szor 3, a 120. 120 ezer forint havonta, az évente már majdnem 1,5 millió forint. És körülbelül ennyi szükséges ahhoz, hogy egy-egy kiadvány megjelenjen. Hogy ne felejtsük el, mit tanított Mindszenty József. Hogy mi volt ezelőtt 70 évvel. Mert meg kellene őrizni. Hogy kiadhassuk, az idei évnek egy új programja van, amit szeptember 6-án már előre meghirdetem, akkor ez egy tudományos konferencia a múzeumban. Minden évben van valami témánk. Az idei téma is olyan, amit vagy az idén elsütünk, vagy nem lehet elsütni, mert az idén 150 éves és 100 éves jubileuma van annak, amiről szó lesz. 151 év múlva már nem olyan érdekes. De olyan, ami a miénk, és amit illenék minden vácinak tudni, minden váci katolikus kereszténynek, minden magyarnak. Nos hát, de ez csak úgy lehet, ha volna 20 ember, aki havonta 5000-et félretesz. A szegény asszony két fillérje. Hát akkor lehetne 50 000 olyan, aki havonta nem 3000-et tesz, csak 500-at tesz félre. És ez az összeg összejönne, és nem a püspökségnek lenne a terhe, amikor alig tudja fönntartani az iskoláit. Valamikor, de hát ugye akkor a kultuszkormány segítette, valamikor az iskolák szinte 95%-ban katolikus iskolák voltak. Na de akkor az állam tartotta fönn a Trianon utáni Magyarországon. Ma azonban nem így van. Nos hát, a múzeum baráti köre, tehát szeretnék lelkes embereket látni, mert ha végignéztek Vácon, mindaz, amit létesült, az azért volt, mert valaki a zsebébe nyúlt. Nem lenne Szent István szobrunk, ha Hanauer püspök, akit István névre is kereszteltek, és István püspök volt, 39-ben a Szent István évre a szeminárium bővítése, a légi roskoványi nagyharang, amire a régiek még emlékeznek, a roskoványi, amit az első világháború elvitt, a jelenlegi nagyharangot meg nem önteti, a székesegyházat kívülről 35-ben nem renováltatta volna, amikor csak néhány évvel ezelőtt kellett újra renoválni, tehát ha ezeket mind összespórolta, akkor még volt püspöki birtok, az nem jelentett túl sokat, holdanként egy-egy forintot havonta. Hát ugye ez 23 ezer hold, ez nem volt nagy pénz. Ja. Na most, tehát azt hiszem, évente holdanként kb. 1000 forint volt a tiszta haszon. A többi, hát rengeteg ember abból élt, a munkásai, akik a püspökség alkalmazottai voltak. Az erdészeté, meg a kost felé, a teljes pusztáé. Csébetvel kezdünk. Ilyenkor nem jut eszembe. Mit? Cserülte. Cserülte. Meg egyebek. Hát ugye, mi püspöki birtok. Nos hát, tehát múzeumnak a... Tehát ha végignéztek Vácon, amivel ma Vác büszkélkedik, a barokk város,
Altán Dvornikovics, a két Altán, a Migadzi, akik nem is voltak magyarok. A Würth Ferenc, ez is cseh volt, a két Altán is cseh volt, és a saját jövedelmüket, grófi jussukat beleépítették Vácba. Vácot, a barokkvárost nem magyarok építették, hanem csehek, osztrákok, akikkel harmadik Károly németesíteni akarta ezt az országot. Nem sikerült neki, mert ezek a csehek, meg osztrák, meg lombardiai, dél-tiroli, észak-olasz, migadzi, ezek magyarabbak lettek a magyaroknál. Éppen úgy, mint a Petrovicsból Petőfi lett. És ezt a sort is el szoktam idézni. Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez tartoznék én. A Kárpát-medence mindig befogadó nemzet volt. Tehát itt magyarul tudtak érezni az idegenek is. Most kezdik itten kihangsúlyozni a kisebbségeket, meg egyebeket. Ez a Trianon Magyarországon még nem volt. Voltak magyar tótok, voltak magyar horvátok, voltak magyar svábok, osztálytársai magyar zsidók, magyar frontharcosok, magyar zsidó leventék, ugye? Nem volt különbségtétel, és nem volt csúfát téve soha senki. Magyarország befogadó ország Szent István kora óta. Ugye? És ennek a vidéknek ugye, hány igazi magyar nyelvű lakosa van. De elmagyarodott, számtalan van. Ugye? Péteri püspök úr is, negyedéves kispapkoromban mondta nekem, hát fiam, magyarosítsd a nevedet, hát neked mindent meg kell majd magyaráznod, magyar embereknek, hogy te nevedet, SCH-val kell írni. Ja? Én is, amikor püspök lettem, a Petrovból Péteri lettem. Hát mi is legyen szlovák neve egy magyar püspöknek. Nem akartam akkor szemtelenül püspök, hogy én is a püspök leszek, majd magyarítok. Ja? Hát így lettem Pálos, így lettem. És vagyok Pálos 1946 óta. Ja? Édesapám maradt a régi családi néven, amit Pinkafőről ugye, hoztak magukkal, mert a ükszüleim, a dédszüleim, azok hát Pinkafőiek voltak még apai ágon. Hát aztán, ja, már a monarchiának a fele, ami már átkerült Burgenlandba, a Trianonba. Tehát itt magyarrá vált mindenki. Merje valaki számunk kérni tőlem, hogy én ne lennék magyar, kikérem magamnak. És hányan vannak egészen vad névvel, akik mégis magyarok. Nos hát, Múzeum Egyesület Vácot is, magyarrá váltak a püspökök is, és ezért kell, ahogy ők mecénások voltak, mi, Kései utódok is, tudjunk valamit hozzáadni a mi múltunkhoz, hogy a jelenünkben építsük a magyar keresztény jövőt. Hát ez a kérésem, amit elmondok, és a következő programunk a múzeumban, igen, hát azért leírtam ide magamnak valamit, mert az Efezusi levélben ezt a mondatot találjuk, Szent Pál ezt írta le. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A korintusiakhoz írt első levélben pedig Szent Pál ezt írja, minnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagytok az éjszakáé és a sötétségé. Hát ez az én problémám, de hát nem lehetek én korszerűtlen, mert most mindennek van éjszakája. Könyveknek, templomoknak, színházaknak, múzeumoknak. Hát képzeljétek el, június 22-én, az elmúlt szombathoz két hétre, lesz a múzeumok éjszakája. Hát ne szóljon rán senki, hogy én ellenkezem, mert hát valamikor úgy mondtuk, hogy a kandúroké meg a tolvajoké az éjszaka.
rendes ember az alszik. Na de hát ez egy fordított világ, a gyerekek is a padon ott ülnek, ahol támaszkodni kellene, és oda teszik a tappancsukat, ahol ülni kellene. Ugye, mint a madarak az ágon. Hát szóval minden fordított ebben a világban, tudomásul veszem, legfeljebb hát így huncutkozva berzenkedem. Tehát lesz a múzeumoknak is éjszakája, 22-én, a múzeum nyitva lesz este, ugye délől 10-től, de 6-kor nem csukjuk be, 18 órakor, továbbra is nyitva marad, és 19 órakor kezdődik majd egy remek műsor, ami a múzeumhoz illik, nem dajdaj, és nem de, ugye, táncmulatság, ahol surbizni lehet, hanem ami mégis művészi, és nem kereszténytelen. Apor Vilmos Katolikus Főiskola művésztanára és hallgatói adják elő Mozartnak két hegedűre írt Kánon Inversusa, az egyik ez egy tanárnő és Deákné Szabó Zsuzsa és Fekete Adél adja elő, aztán Föld és gyermeki énekszám előadó Hugyesz Georgina, gitáron közreműködik Jánosi Balázs, aztán Haydn B-dur rondója a hegedű dúóra, Deákné Szabó Zsuzsa és Fekete Adél, ezek művészi értékű számok, befejezésül pedig egy remek kis legénynek, aki a múzeum barátok köréhez tartozik, a vadáskürt. Más a trombita, más a vadáskürt. Ugye nem szabad összetéveszni a dolgokat. Vadáskürttel ad elő legalább 3 számot, ez lesz a befejezés, a takarodó, és a múzeumot majd hát 10 óra után bezárjuk. Akkor jöhetnek a kandúrok a tetőre, meg aki hát mindenképpen diszkózni akar, diszkózhat. De erre már nem való az Egyházmegyei Múzeum. Hát, kedveseim, köszönöm a türelmeteket.